Sziasztok, ma egy általam nagyon kedvelt levest fogok elkészíteni, amit otthon nem tudok olyan sokszor megcsinálni, mert a kislányom nem szereti a babot. Igen, ez nem más, mint a bableves, amit most sertéscomból fogok főzni. És igyekszem úgy elkészíteni, hogy minél gazdaságosabb legyen az alapanyag felhasználás. Na, mutatom is, hogy ezt hogy lehet. Ugye bablevest lehet készíteni hús nélkül is, de teljesen fölösleges. Én most ebbe a verzióba nem marha húst, hanem sertéscombot fogok használni. És hogy miért? Azért, mert a főzési ideje sokkal rövidebb, mint a marhájé, és azért árban sem ugyanott vannak. És most nem hagymás alapon fogom lepirítani a húst, hanem sertészsíron lepirítom, és egy hagymás lecsóval fogom majd felönteni. És amikor belekerül a hús a fazékba, akkor ne kezdjük el egyből kutyú-kutyúzni, hanem hagyjuk, hogy egy picit hadd piruljon a hús. Várjunk 1-1,5 percet, és utána kezdjük el keverni. Amikor szépen lepirult a hús, utána hozzáadjuk a darált paprikakrémet, a pritamin paprikát, ízesítjük köménnyel, fűszert paprikával, picit ezzel is lepirítjuk, aztán hozzáadjuk a hagymás lecsót. Lecsó, 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 lecsókolom a rúster rólad. Lecsó, 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 lecsókolom a rúster rólad. Össze is állt az alap, most felöntjük egy pici vízzel, és igazából, mint a pörköltet, készre főzzük, annyi különbséggel, hogy egy csokor petrezselymet dobok bele. Amikor felforrt, akkor sózzuk, borsozzuk, és időnként kevergetve és a vizet pótolva, ez nagyon fontos, addig főzzük, amíg a hús szinte teljesen meg nem puhul. Körülbelül 50 perc legyen maximum egy óra elég is volt a húsnak, most eljött az a pillanat, amikor bezöldségezzük, először a répát, a fehérrépát és a zellert teszem bele, felöntöm vízzel, egy 5 percig főzöm, és utána jöhet a burgonya is, mert annak ugye nem kell annyi főzési idő. És mielőtt a krumplit beleraknánk, teszünk bele egy evőkanál mustárt is. Amíg a zöldségek és a hús teljesen megpuhul, addig elkészítem a habarást. A habaráshoz egy tálban összekeverem a tejfölt egy kevés liszttel, és a forró léből merek rá egy-két kanállal, csomómentesre keverem, és mehet is vissza a fazékba. Ezután pedig jöhet a konzerves bab. És akármennyire is szeretnénk, ebben nincs több, elkészült a leves, jöhet a tálalás. Tálalásnál természetesen hegyes erőst adok mellé, friss kenyeret és egy kanálka tejföllel is megbolondítom. És a legvégén megszórjuk egy kis frissen aprított petrezselyemmel. Kollégák már alig várják, hogy kivigyem ezt a levest, úgyhogy nem is rabolom tovább itt az időt. Ha tetszett a recept, akkor készítsétek el, iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek minket mindenhol, Facebookon, Instagramon, TikTokon, ahol csak lehet, kivéve az utcán. Találkozunk még, sziasztok! A Smart Receptek támogatója a Spar S-Budget termékcsaládja.